Köszöntöm Önöket a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság harmadik országos felnőttképzés évnyitóján. Tisztelettel köszöntöm Langerné Viktor Katalin, Társadalmi Felzárkózásért felelős helyettes államtitkárasszonyt. Sztojka Attila úr jelenleg úton van, hamarosan megérkezik hozzánk. Dr. Rinnai Győző urat, országgyűlési képviselőt. Sesták Oszkár urat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék közgyűlés elnökét. Farkas Félix urat, a roma nemzetiségi szószólót. Lakatos István urat, megyei önkormányzat elnökét. Kárdási József urat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei büntetés végrehajtási intézet parancsnokát. Szőke Zoltán urat, tiszavasvári polgármesterét. Köszöntöm a települések polgármestereit és minden meghívott vendégünket. Kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Hölgyeim és Uraim! A Vásárhelyi László Lapfokú Bűvészeti Iskola növendékeinek műsorát fogadják szeretettel. A Terna Cserhaja zenekar Biriben a Dankó Pista Gimnázium tanulóiból alakult. 2015-ben a Vásárhelyi László Lapfokú Művészeti Iskola keretein belül diákszínjátszóként értek el országos sikereket. Később zenekarként is meghívásokat kaptak, többek között szerepeltek a Műpában és a Sziget Fesztiválon. Kitartó munkájuk eredményeként vasárnap 18 órától lemezbemutató koncerten teszik közzé új számaikat. Jónás Tamás cigányköltő versét követően két erdélyi magyar népdal feldolgozását hallhatjuk a Terna Cserhaja zenekar előadásában. Szakmai vezetőjük Demarcsek Zsuzsa. Mit tagadjam? Kocsma vagyok. Füstös mind a két szava. Magyar? Cigány? Ki tudja? Értelem és érzelem. Púros ütőhangszer vagyok. Én vagyok a zongora. Ütik, verik. Mégis muszáj szépen megszólalnia. Jó,
mennyasszony, szép virágot szorja a gyakját, az a boldog öveg én, ki a magyar az én. A mennyasszony gyöntő szorú, csak az én szívem szomorú. A mennyasszony szívet állja, boldog minden dobanása. A tetejek, koszorús a lányfejet, hullani kell a világnak, esküdni kell a lánynak. Gyere rózsám, gyere már, mert a szívem téged vár. Téged óhaj, téged a téged csókol irákkál. Jó, lelele, Pekecima peva i kajtije ota moji aj deva madila. Pekecima radila, pekecima peva i kajtije ota ji. Jo ele lele aloma, ele lele 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 ala madila. Szól a cimbaló, mi lett belőlünk a lábom, belőled egy hüllemület, ki a párját. Csak aki megszomorítson, aki eddig vigasztalta, nem vigasztalja meg soha. Szépen szól a cimbaló, mi lett belőlünk a lábom, belőled egy álmamadár, egyik ágról a másikra száll.
ki a párját elvesztette. A Tiszavasvári Magiszter Általános Iskola tanulói, a Magiszter Táncegyüttes néhány tagja, Mizsányi Zoltán, ha megfogod az ördögöt című koreográfiáját mutatja be. A csoport akkori tagjai 2018-ban meghívást kaptak az Országos Gyermek Néptánc Antológiára. Többen nyertek felvételt a Nyíregyházi Szakgimnázium néptánc tagozatára. Oh,
Tisztelettel köszöntöm körünkben Sztojka Attila urat, a társadalmi... esélyteremtési főigazgatóság főigazgatóját, a roba kapcsolatért felelős kormánybiztos urat. A Kabai János Általános Iskola táncosai autentikus cigánytánccal köszöntik a vendégeket. Felkészítő tanáraik Marika Nagy Katalin és Nagy Kassa Pistóf. Kísér a Ternecserhely a zenekar, akik egy kalotaszegi dépdal feldolgozással búcsúznak el. A zenekart támogatja a Csóri Program és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság. Oh,
sikolyan rikirna Ocsurára volatina Tehelan sikolyan rikirna Ocsurára molatina, tajra si boja de kérna. Köszönjük szépen a zenekar és az ifjú táncosok színvonalas műsorát. Hölgyeim és uraim, a következő percekben köszöntőt mond Szürke Zoltán polgármester úr. Tisztelt Hölgyeim és uraim, kedves államtitkár asszony, képviselő úr, főigazgató úr, kormánybiztos úr, elnök úr, polgármester urak, intézményvezetők, képviselők is, kedves meghívottak. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Tiszavasváriban a harmadik országos képzési évnyitón, amit szeretnék megköszönni Sztolik Attila főigazgató úrnak, hogy Tiszavasvárit választotta és lehetőséget biztosít, hogy ez a rendező nyit valósuljon meg. Ami azt gondolom, hogy mindannyiunk számára fontos, az egész ország számára fontos a képzésről, a felzárkóztatásról való nem csak beszélgetés, hanem cselekvés is. A legfontosabb és a hangsúly ezen van, hogy cselekvés is, és Tiszavasvári esetében ez különösen fontos. A későbbiekben majd a szakmai programban lesz Tiszavasvárival kapcsolatosan egy tájékoztató, egy komplex felzárkóztató programról, de én inkább most a köszöntőben arról szeretnék beszélni, hogy mit is élt át az ország, és mit is élt át Tiszavasvári, és miért fontos az, amit a főigazgatóság most, a magyar kormány tesz a hátrányos helyzetűekért. Egy kis időutazásra mennénk, bár nem szívesen megyek vissza a rendszerváltás idejére, vagy úgymond a 89 előtti időszakra, mert nem véletlenül történt egy rendszerváltás az országban, más szerettünk volna, más világot szerettünk volna, viszont ennek a váltásnak, változtatásnak voltak árnyoldalai is. A rendszerváltás után sajnos munkahelyek szűntek meg, ugye voltak nagyon rossz privatizációk, és a rendszerváltás előtti időszakban, akiknek volt munkalehetősége, esetleg képzetlenek voltak, vagy betanított munkásokként dolgoztak, azoknak még ugye volt munkahelye, de hogy ezek a változások bekövetkeztek, ezek okán ugye ők munka nélkül maradtak, képzések, képzési lehetőségek nem nagyon álltak rendelkezésre, és sajnos egy esélytelen állapotba, egy esélytelen környezetbe kerültek az akkori emberek. A 90-es években ugye kialakult, sajnos mondhatjuk, vagy mondjuk ki őszintén, egy segélyalapú társadalom, és nem a képzésekre épített, hanem segélyeket, támogatásokat adott, munkahelyeket sajnos nem nagyon teremtett. Ebből akkor kifolyólag ugye gyerekek, mondhatnánk, hogy egy korszak nőtt fel, úgyhogy nem látták a szülőket dolgozni menni, nem tudták azt, hogy mi az munkahely, reggel fölkelni, teljesíteni, tanulni, több lábon állni, több szakmát képesítést szerezni, és olyan módon megélhetéshez jutni, ami azt gondolom egy társadalomban rendkívül fontos, a munka alapján megélni és egy munka alapú társadalomban élni és dolgozni. Nem volt lehetőség akkor az újrakezdésre ezeknek az embereknek. Elég hosszú idő volt, de 2010 után jött egy kormányzati váltás, és egy kormányzati szemléletváltás, ami a munka alapú társadalomra épít, a képzéseket helyezi előtérbe, munkahelyeket teremt, vállalkozásokat támogat, amik természetesen a gazdaságot erősítik és munkahelyeket teremtenek, és hát ami fontos, munka alapú családtámogatási rendszert alakít ki,
és hát hangsúlyozzuk ki a legfontosabb, most sem könnyű minden esetben a helyzet, de van lehetőség felzárkózásra, van lehetőség képzésekhez jutni, és mindenkinek, nem csak a hátrányos helyzetűeknek, de akinek legnehezebb a sorsa, azoknak is képzésekhez jutni, és akár a munkavilágában elhelyezkedni. Hangsúlyozom, most van esély az újrakezdésre. A 90-es években nem nagyon volt. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy egy helyes irány, támogatni kell. Én nagyon örülök annak, hogy a Magyarország kormánya, ugye a főigazgatóságon keresztül és minden más képzési formában ennek az élére állt. Én azt gondolom, nincs is más út. Nagyon sok sikeres ember áll előttünk, jó példák vannak előttünk, és ezen az úton kell tovább mennünk. Munkahelyteremtés és munkaalapú társadalom és munkaalapú családtámogatási rendszer. Tiszavasvárnak ez rendkívül fontos, ebben mi eddig is együttműködtünk, ezután is együtt szeretnénk működni, és szeretnénk kérni mindenkinek a segítségét, támogatását, Magyarország kormányáit, a főigazgatóságét, vállalkozókét, civilekét, mindenkiét, hiszen rendkívül fontos, hogy az ország is, de mi itt élünk, Tiszavasvár is stabil lábokon álljon, és olyan közösségek alakuljanak ki, mert hogy a munkahelyeknek, a képzéseknek, a jobb életvitelnek ugye egy jobb közösség kialakulása is következménye, tehát olyan közösségek alakuljanak ki, amik előre viszik a településeket, előre viszik az országot. Úgyhogy én sok sikert szeretnék kívánni mindenkinek, kitartást, legfőképpen egészséget ehhez a nem könnyű munkához, ehhez a nem könnyű feladathoz. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmük, és köszönöm szépen, hogy vannak. Felkérem Langerné Viktor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárasszonyt, tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Kormány biztos úr, képviselő úr, polgármester úr, elnök úr, szószoló úr, és mindenki, akik itt vannak. Ez járt a fejemben, hogy itt, elképesztő, hogy itt mi van az első 10 percben. És azon gondolkodtam, hogy még egyszer azt valaki megcsinálja velem, hogy ilyen zene és ilyen tánc van, és mi itt ülünk, és nem állhatunk föl. Hát ez, aztán arra gondoltam, hogy hú, de jó lenne még egyszer valaki ezt megcsinálná velem. Mert hát na, így kéne kinézni egy évnyitónak. Ha magyar ember így fog mulatni az évnyitón, akkor leszünk jól. Akkor leszünk jól. Én nagyon boldog voltam ebben az első 10 percben, 15-ben büszkén énekeltük a himnuszt együtt, és büszkék lehetünk arra, hogy nekünk magyaroknak ilyen cigány zenénk van. És egy kicsit azért nehéz ezek után összeszedetten és fegyelmezetten beszélni, de azért megpróbálom. Mert egyébként a gyerekek fölvezették, amit akartam mondani, mert azt írtam föl magamnak itt a felnőttképzési tanévnyitón, hogy beszéljünk a gyerekekről. Felnőttek ülnek itt, felelős családanyák, családapák. Egyetlen adattal fogom terhelni itt a közönséget, de szerintem ez nagyon fontos. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek száma 2010 és 2020 között felére csökkent. Az azt jelenti, hogy 242.000 fő van most, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Ez a jó hír része, mert ebben nagyon sok munkánk van. A rossz hír része az az, hogy ezek között a gyerekek között egyre magasabb arányban koncentrálódik azoknak a gyerekeknek az aránya, több mint 70%, ahol a szülő alacsony iskolázottsága miatt ez a gyerek hátrányos helyzetű is. Az alacsony iskolázottság. Ez egyértelmű a statisztikai mutató, tehát ezen nem lehet vitatkozni, a számok azok zord dolgok. Tehát mi szülők gondolkodjunk el azon, hogy mondja ez a gyerek óvodába, iskolába úgy, hogy ő hátrányos helyzetű. De miért ezt viszi magával? Tehát miért engedjük, hogy azt vigye magával a gyerekünk, hogy ő hátrányos helyzetű? Nem biztos, hogy az osztálytársai tudják, de a tanára tudja, a jegyző tudja, az igazgató tudja, és tudnia is kell, mert segítenie kell rajta. De elsősorban ki segíthet ezen? A szülők.
Elsősorban a szülők. Én azt kérem a szülőktől, az itt ülő édesanyáktól, nagyon sok asszonyt látok, és azt gondolom, hogy mi ebben össze tudnánk fogni, hogy ne az legyen a cél, hogy más változtasson a mi gyerekeink hátrányos helyzetén, hanem az legyen a cél, hogy mi változtassunk rajta. Elsősorban, ahogy mondtam, a statisztika is, amit mutat, az alacsony iskolázottság miatt lesznek ők hátrányos helyzetűek. Ha a szülők úgy döntenek, hogy a gyerekeik sorsát meg akarják változtatni, akkor elsősorban arra van szükség, hogy tanuljanak. Olyan szakmát tanuljanak meg, amivel utána egészen biztos, hogy jól el tudnak helyezkedni. És akkor reggel, amikor elindul a gyerek iskolába, a hátára adják a hátizsákot, uzsonnát csomagolnak neki, és a hátizsákjában nagyon sok mindent betesznek, egy dolgot már biztos nem, azt, hogy hátrányos helyzetű. Ezt a szülő tudja leginkább megszüntetni. Ha ajándékot akarnánk adni a gyerekeinknek, egészen biztos nem a hátrányos helyzetet csomagolnánk a hátizsákjukba. A másik a szakember hiány, amiről szerettem volna beszélni egy kicsit, és szintén nagyon örülök, hogy rengeteg asszony ül itt közöttünk. Óriási erő és energia van azokban a nőkben, akik otthon nagy családokat, gyerekeket, időseket, betegeket, egy nagy családot fognak össze. Csendben, a háttérben, nincs róla papírjuk. Mert kinek van arról papírja, hogy van öt gyerekkel, hogy az öt gyerekének elintézi az uzsonnát, az ebédbefizetést, hogy odafigyel arra, hogy tanul-e vagy sem, hogy az óvodában van-e játszóruhája. Ezekre kell végzettség? Nem. Mégis tudjuk. Ki tanított meg rá? Még sokszor az is igaz, hogy olyat is tudunk, amit a saját szülőtől sem kaptunk meg. Mégis tudjuk. Akkor képesek vagyunk rá? Igen. De az kevés. Van egy olyan nagyon nagy ajándéka az életnek, amit úgy hívnak, hogy képesség. Van egy másik, amit viszont mellé kéne rakni, ez az akarat. Az, hogy önök itt vannak, az nekem azt jelenti, hogy az akaratot mellé tették annak, ami a képesség. És édesapám mindig azt mondta, hogy akartatni nem lehet. Az akarat az önmagukból ered. Ha önök tudják, hogy változtatni akarnak, ha a gyereküknek szendvicset csomagolnának inkább a hátizsákba, és nem a hátrányos helyzetet csomagolnák be, akkor a képességeikbe higgyenek, és az akaratukat rakják mellé. Ezek a kisgyerekek pont ezt bizonyították be, hogy milyen tehetséges, milyen ügyesen táncol. Nagyon sokaknak szerintem ez futott át a fején, hogy hú, ezzel született. De vajon hányoknak futott át az, hogy mennyit gyakoroltak? Hány órát gyakorolhattak azért, hogy ilyen vidáman, felszabadultan, ebben a koreográfiában, ami olyan természetesnek tűnt, de ez egy betanult koreográfia, ezt gyakorolni kellett, hány órát dolgoztak ezért a gyerekek? Mit csináltak? Van egy képességük, és a képességük mellé akaratot tettek. A 8-10 éves gyerekek erre képesek, akkor igenis a felnőttek is azok. Úgyhogy bátorítom önöket arra, hogy válasszanak szakmát, fogadják el a főigazgatóság segítségét, mindazoknak a szakembereknek a segítségét, akik abban fogják önöket segíteni, hogy a képességük mellett, a saját akaratuk mellett legyen egy olyan útjuk, amivel aztán eljutnak egy olyan szakmához, ami társadalmi megbecsültséget fog hozni. Mert igen, az az óvónő, az a gyógyász, az a szociális gondozó. És most beszéljünk a férfiakról is. Amik férfias munkák, mert azért lássuk, hogy ilyen is van, az a kőműves, az a hegesztő, aki létrehoz valamit, annak társadalmi megbecsültsége van. És a végső cél a munka mellett mégiscsak ez. Hogy ne békésen egymás mellett éljünk, hanem én azt gondolom, nekünk békésen egymással kell élnünk, ehhez viszont mindannyiunknak tudni kell, hogy a másik mit tud, és mit tett a közösségért. Mi szülők fogjunk össze, mi asszonyok fogjunk össze, csinálják végig ezt a tanfolyamot, és vegyék ki a gyerekei táskájából a becsomagolt hátrányos helyzetet, küldjenek helyette inkább süteményt. Köszönöm szépen!
Felkérem dr. Vinnai Győző urat, országgyűlési képviselőt, ossza meg velünk gondolatait. Tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm a képzési, felnőtt képzési tanítom minden résztvevőjét, külön is kormánybiztos urat, államtitkár asszonyt, elnök urat, polgármester urat, és büszke vagyok arra, hogy a térség polgármesterei itt vannak, mert szinte hiánytalan a tiszavasvári járás polgármesternek jelenléte, érzik ők is, hogy milyen fontos kérdésről van szó, sőt, hát a Liblányi Jelenetből Gáva Vencserő polgármester is itt van. Hadd reklámozom, mert tavaly ott volt talán, ha jól tudom, ez a képzési évnyitó. Nagyon fontos, hogy a polgármesterek is érzik azt, hogy az oktatás, azt mondta Katalin, hogy beszéljünk a gyerekekről és a szülőkről, nagyon jól fogta meg, mert ugye a szülők azok, akik elindítják iskolába a gyereket, az uzsonnát becsomagolják, de amikor eljut iskolába a gyerek, legyen ez köznevelési intézmény, vagy szakképzési intézmény, vagy akár gimnázium, mondjuk az is köznevelési intézmény, akkor ott a tanárok próbálják pallérozni és nevelni a gyerekeket. Tehát az én véleményem szerint, mint a parlament szakbizottságának tagja, oktatásbizottságának tagja, a szülők és a tanárok együttműködése a legfontosabb a gyerekek érdekében, a gyerekek oktatása, nevelése, képzése érdekében. Ezért mondom azt, hogy most beszéljünk egy kicsit az oktatásról, egy pár gondolat erejéig, mert az oktatás, a képzés, a stratégiai ágazat a társadalmi felemelkedés legfontosabb tényezője. Hallottuk, hogy az alacsony iskolázottság jelenti a számok nyelvén a hátrányos helyzetet. Tehát ha abból ki akarunk törni, társadalmi felemelkedést akarunk, és mondjuk a társadalmi esélyteremtési főigazgatóság ezen dolgozik, majd egy mondatot szeretnék arról is mondani, amikor a honlapjukat láttam, akkor örültem, hogy hogyan sorolják föl ezeket a feladatokat, amelyek az ő feladataik, és ez találkozik-e a valósággal, találkozik-e a társadalmi valósággal. Tehát oktatás, képzés azért, hogyha valaki képzettséget, van képessége, de ha képzettséget szerez a mai magyar társadalomba, akkor ő egyéni életében sikeres lehet. És sikeres lehet, mert mondjuk jó mesterember, már nincsenek hiány szakmák, mindaz, szinte nem lehet jó mesterembert találni. Se köműves, se festőt, se burkolót, se ácsot, annyi munka van, hál' Istennek. Én még emlékszem persze 2009-re, vagy 10-re, amikor a miniszterelnök úr azt mondta, már 2010 volt az első parlament ülés, hogy 1 millió munkahelyet fogunk teremteni. Hát sokan megmosolyogták sok oldalról, és jelentem, a rendszerváltozás óta, 1990 óta nem dolgoztak annyian, mint most. Jól mondta a polgármester úr, akkor 90 és 93 között egy nagy kataklizmát élt át a társadalom, 1,5 millió munkahely szűnt meg, 750 ezer munkanélkül lett, és körülbelül több százezer kényszervállalkozó lett, mert egyszerűen megváltozott a világ körülötte, de azt akartuk, hogy egy demokratikus rendszer legyen, tehát ezért küzdöttünk, csak gazdaságilag is föl kellett építeni az embernek saját magát, a településeknek és az országnak. Na most, amikor 2010-ben én parlamenti képviselő lettem, 3.780.000, hát mondjuk azt, hogy 3.800.000 ember dolgozott. Most 4.700.000. Ott vagyunk az 1 millió küszöbén, és ez nagyon kemény munkával volt elérhető, hogy egy munkaalapú társadalom legyen. Visszatérve az oktatásra, én a képzettséget azért tartom nagyon fontosnak, képesség, képzettség, társadalmi felemelkedés, mert ez a kulturális felemelkedést, a viselkedés kultúrát is jelenti azoknál az embereknél, mert másképp látja a világot. Kitágul számára a világ, nem csak egy szűk látóköre lesz, vagy egy szűk metszetben látja ezt a világot, hanem tulajdonképpen elkezd az egyéni élete mellett, mert mondtam, hogy egyéni életében sikeres lehet, elkezd közösségben gondolkodni. Elkezd olyan családban, közösségben gondolkodni, települési közösségben, és hát hogyha nagyot akarok mondani, akkor egy nemzetben, egy ország közösségében. Mert mi magyarok vagyunk, és ilyen
szép cigány zenénk, cigány táncunk van, ami képesség, de gyakorolni is kell. Ezzel maximálisan egyetértek. No, én egy dolgot szeretnék kiemelni, a módszertant, a módszereket, amit a TEF honlapján láttam, és hadd osszam meg két személyes élményemet, befejezésemet, sokat tudnék beszélni. Az egyik az egy külföldi tanulmányhoz kötődik, egy angliai felnőttképzési tanulmányhozom vettem vissza a 90-es évek elején, és egy picit értetlenül álltam, amikor egy hétig képeztek bennünket, hogy nem annyira a tartalom fontos, hanem a módszerek, a módszertan. Hogy hogyan adom át a felnőtteknek azt a képzettséget, hogyan tudom motiválni őket, és akkor megtanultam valamit, hogy akár szakképzésről beszélünk, felnőttképzésről beszélünk, mert a köznevelés az iskolarendszerű kicsit más, tanodákról beszélünk, vagy biztos kezdett gyerekházakról, ott nagyon lényeges a motiváció, hogy megértsék, hogy miért kell nekem tanulni, ismereteket szerezni, és a módszertan, ahogy az ott tanítók, tanárok a módszereket, mert sajátos módszerek vannak. Ez az egyik, amit szeretnék mondani önöknek, és az oktatásnak itt tényleg a képzésnek nagyon fontos stratégiai szerepe van. Én magam a parlamentben a szakképzési törvényt, a felnőttképzési törvényt, az egyetemi törvényt, most az átalakulási törvényt is vezérszónakként vittem, és látom, hogy ezek egy kicsit bonyolult törvények, távol vannak az egyéntől, de az, hogy módszer, az, hogy tanulni kell, az, hogy képezni kell magunkat, mert akkor vagyunk sikeresek, ez szerintem mindenki számára nyilvánvaló kell, hogy legyen. A másik élményem pedig néhány napos, Tiszavasváriban jártam, polgármester úr meghívására vasárnap kimentünk a városi piacon, mert itt vasárnap reggel van a nyüzsgés a városi piacon, beszélgettünk az emberekkel, és oda jött hozzánk három cigány ember, magyar ember, roma nemzetiséghez tartozó ember, és az egyik mondta, hogy jó ez a munkaalapú társadalom, van munkája, jó, ezt folytatni kell. Jó, hát köszönjük szépen, ezt folytatjuk. Másik azt mondta, hogy én a polgármester úrra haragszom, mert közfoglalkoztatásban nem vette föl az öcsémet, de nem is haragszom, jót tett vele. Így volt, mert itt van a tanú, Szőke Zoltán, jót tett vele, mert nem vette föl, hát ugye itt vannak keretek, elég sokan dolgoznak egyébként itt a közfoglalkoztatásban, és fölvették a Jabilba, ez egy ugye Tiszaújvárosban, fölvették az elsődleges munkaerő piacon, és akkor elmondta nekünk, most az érzékeny adat nem, hogy mennyit keres, és milyen jó jár, és most ők örülnek, van munkája, pénzt keres, tudnak vásárolni ezt-azt, és a család békéje úgy együtt van. Tehát ez nekem nagyon fontos visszajelzés volt, hogy azt mondta egy itteni Tiszavasváriban élő cigány ember, hogy a polgármester úr, hogy jó az az út, amit csinálunk, mert ő az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedett. És erre mi azt mondtuk, hogy ez volt a célunk. A közfoglalkoztatás az csak egy átmeneti dolog, nem segélyt akarunk adni, hanem közmunkát vagy közfoglalkoztatást, de az igazi cél, hogy az elsődleges munkaerőpiacon jelenjenek meg, mint munkavállalók, és a munkaerőpiacon pedig akkor lehet megjelenni, hogyha az embernek van képzettsége, van olyan képessége, amelyet vagy a hazai kis- és középvállalkozók, vagy akár nagyobb cégek tudnak hasznosítani, és hogyha tisztességesen végzi a munkáját, azért kap egy tisztességeért. Úgyhogy én örülök, hogy itt Tiszavasváriban van ez a képzési évnyitó, ezekkel a gondolatokkal szerettem volna hozzájárulni a mai évnyitóhoz. Köszönöm szépen! Felkérem Sesták Oszkár urat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnökét, tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Köszönöm szépen az ismételt meghívást a tanítóra. Sajnos Gálvencserről nem tudtam ott lenni, de amikor tudok, csak eljövök és próbálok én is néhány gondolattal hozzájárulni ennek a rendezvénynek a üzenetéhez, sikeréhez. Nagyon sok értékes gondolatot hallottunk, néhányat én is kiemelnék, aláhúznék, amit most így pontosnak gondolok, és ezzel is üzenni a tanévítóhoz, a tanévító gondolatiságához. Talán ilyen aspektusból még nem közelítettük meg a munka, illetve a tanulás kérdését, hogy ez nem csak pénzkereset. Tehát a munka az nem csak azért fontos az embernek, hogy
el tudja tartani a családját és pénzt keressen, mert arra lehetne akár alapjövedelem is, vagy lehetne újabb segély megemelni duplájára a családi pótlékot, stb. Ez lehet, hogy még egyszerűbb is lenne, amíg bírja a társadalomnak a pénztárcája, vagy a magyar költségvetésnek az Európai Uniónak az állapota, de a munka nem csak pénzt keresett, hanem hozzátartozik az emberi méltósághoz, az emberi önbecsüléshez, az ember egzisztenciális lényegéhez. És erre is nagyon tudunk sok szép példát mondani polgármester kollégáktól, hogy azokat, akik közmunkaprogramba sikerült bevonni, és értelmes munkával ellátni őket, nem csak mondjuk látunk ilyeneket a közmunkaprogramokat, különösen régebben, amikor nem volt eszköze, akkor közmunkásnak, tehát volt olyan kormányzat is, amely erre nem gondolt. Tehát, hogyha értelmes munkával egy járdát meg tudtak csinálni az emberek, vagy olyan ügyet virágosították a falut, a település, stb. Tudnánk ezt sorolni, akkor bennük is ez büszkeséget okozott, büszkeséget töltötte őket is, hogy hozzájárultak a településhez, és nem segélyből kénytelenek eltartani a családjukat. Én olyan közösségben éltem gyerekkoromban, hogy segélyt kérni az szégyen volt. Tehát lehetetlen volt. Tehát a családomban elég szűkös körülmények között éltünk, de segélyért menni a tanácsházára, az egy megbélyegzés volt. És sajnos, úgy, ahogy polgármester is mondta, generációkat kényszerített arra a körülmény, hogy a rossz kormányzati politika, hogy ilyen szégyenben kezdjék az életüket. És az egész életükre aztán nyomot hagyott a gyerekeikre, az unokáikra, és az generációkon sajnos átörökítődött. Tehát ezt a szégyent is elvesszük az emberektől, megszabadítjuk őket ettől a szégyenérzettől, hogy a tanulásod és munkára segítjük őket. Tehát ez hozzátartozik az embernek az egzisztenciális lényegéhez, hogy ő saját maga, saját képességei, saját tudása, saját akaratereje révén tartsa a családját. Ezt szerettem volna még talán itt hangsúlyozni az elmondottakhoz képest, még ezt aláhúzni és ezt üzenetként átadni a tanító részvevőinek, vigyék tovább. A másik Tiszavasvárról szeretnék néhány szót szólni, hiszen mindannyian tudjuk, hogy milyen elővétete volt itt a felzárkóztatás politikának. Néhány olyan látszati intézkedés, amely rendészeti kérdésnek, vagy valamilyen tüneti kezelésnek gondolt ezt az ügyet. A polgármester úrnak a gondolatéből kihallották, hogy sokkal komplexebb és nehezebb, és további útnak gondolja ezt Tiszavasvári önkormányzat a polgármester úr, képviselő úr. Nem egy varázsütésre megoldható ügynek, hanem egy hosszú útnak, egy talán kacskaringunkat is, tanulási folyamatot jelentő útnak is gondolja ezt, de azt gondolom, hogy ez a helyes megközelítés. Az, hogy a közösségben fel kell tenni az igényt arra, hogy többre vigyék, hogy a gyerekeik többre vigyék, mint akár a szülők vitték. Ez mindenféleképpen azonban figyelemre méltó, és köszönjük a kormánynak, társadalmi esélytelentő főigazgatóságnak, hogy Tiszavasvári külön figyelmet fordít, illetve a megyére is, hiszen valóban a harmadik tanítót itt tartják a megyében, és ez nekünk öröm, és azt mondom, hogy megbecsültséget jelent, hogy ilyen módon is gondolnak ránk. Mi láttuk a gyerekeknek a könnyed táncmozdulatait, de képviselő is úgy célzott rá mások is, hogy emögött kemény munka van. Ahhoz, hogy ilyen könnyen táncoljanak, az nem magától működik. És így az az élet minden területén, a művészetekre, a kőművesre, az ácsra, a mindenfajta tevékenység hivatásra, hogy ahhoz, hogy azt olyan jól tudják és olyan könnyeden tudják végezni, az kemény munka és kitartó munka szükséges. Tehát ezek mögött, a gyerekek mögött egy kitartó és kemény munka van. Még én is szerettem a gyerekeknek a csillogó tekintete. Tehát azért kell dolgoznunk, hogy ez a csillogó tekintet, ez megmaradjon bennünk. Mert unjon el majd valamikor a felnőtt létnek a küszöbén, az első csalódásokkal találkozva, hanem ezt a kitartást, ezt a munkaszeretetet át tudjuk bennünk örökíteni. És a feladatunk, azt mondom mindannyiunknak, hogy ezt a csillogó szemet ők meg tudják őrizni a későbbiekben is. A másik talán gondolat, amit még tudok hozzátenni, hogy keltsük fel a közösségben azt a vágyat, a szülőkben azt a vágyat, hogy többre vigyék a gyerekek, mint amire ők vitték. Ez egy alapvető emberi hozzáállás, azt gondolom. Akkor tudjuk persze ezt a vágyat felkelteni, hogyha reális perspektívája van ennek munka révén,
olyan a tehetség kibontakoztatása révén. Tehát nagyon fontos, hogy azt akarjuk mindannyian, hogy a gyerekeink többre védjék, mint amire mi védtük, hiszen az jelenti számunkra, azt mondom, a büszkeség érzését. És végül utolulnak, amit szántam, hogy ez is elhangzott, csak még inkább aláhúznám, a személyes döntésnek a fontossága. Tehát az összes, bocsánatot kérek, főigazgató úr, államtitkár úr, az én beszédem, a polgármester úr akarata sem pótolja azt, a világ összes pénze, az Európai Uniós összes pénze sem pótolja azt a személyes döntést mindenkinek az életében, hogy ő mást akar az élettől. Ezt kell hozzásegíteni minden egyes egyén, de nélkül a személyes döntés nélkül ez nem fog menni. Akár annélkül a személyes döntés nélkül sem, hogy az előítéletek ellenére bebizonyítom, hogy én nem vagyok a baskatujában. Ez pedig nehéz és küzdelmes vállalkozás, ez nem fog már holnapra menni. Mindenkinek be kell bizonyítani, hogy az előítéletek nem igazak. Ez ellen úgy lehet tenni, hogyha mindenki a személyes döntést meghozza az életében, és ez tűzön vizen keresztül viszi. A mi feladatunk pedig az, hogy ebben segítsük. De a személyes döntést senki helyett sem tudjuk meghozni. Azt gondolom, hogy azok szakemberek, képviselő úr, főigazgató úr, államtitkár az, hogy azért dolgozunk ők elsősorban, hiszen megyei önkormányzat, ez nem közvetlenül feladata, és ezt kívánok nekik sok erőt a polgármester kollégáknak, hogy ezt a személyes döntést elősegítsék, hogy mindenki meg tudja hozni, hogy ő mást akar az élettől, és ez előfeszítést és kitartást is hozzátesz. A többi már rajtunk múlik, de a személyes döntést senki helyett nem tudjuk meghozni. Köszönöm szépen a figyelmet! Ezt adta nekem a képzés, címmel hallgassák meg Kóka Anikó mentor tapasztalati beszámolóját. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Kóka Anikó vagyok, a Társadalmi és Esélyteremtési Főigazgatóság Roma Felzárkóztatási Mentorhálózat mentora. 2017-től dolgozom, mint mentor. Tiszalasváriban közel 200 ember vett részt képzésen, alapkompetencia képzésen és felzárkóztató képzésen. A legsikeresebbnek mondhatom az én személyem szerint a felzárkóztatási programot, ahol 13-an szerezték meg a 8 általános iskolai végzettséget. Közülük mindenkit mentoráltam, többen vannak, akik ugye elhelyezkedtek a munkaerőpiacon. Mesélnék inkább arról a mentorálásról, hogy történt ez a 9 hónap. 6 hónapos volt a képzés, ugye ezt elvégezték. Riga Csillona sajnos nem tudott eljönni, ő lett volna az egyik mentoráltam, aki elmesélte volna ezt a 9 hónapot és az életútját. Sajnos lebetegedett, így elnézését kéri főigazgatótól és mindenkitől, hogy nem lehetett itt. Vadász Lajos pedig a héten kezdett Tiszaújvárosban egy üzemben, azért nem tudott most eljönni. Ilonáról azt kell tudni, hogy ő 4 gyermeket nevelt egyedül. 6-osztályos volt, amikor ott hagyta az iskolát, kismama lett. De ettől függetlenül, amikor erre lehetősége volt, nagyon sokszor keresett, hogy ő szeretné elvégezni a 8 általánost, hogy el tudjon helyezkedni és el tudja tartani a gyermekeit. Ilonka bekerült a felzárkóztató programba, és ezt elvégezte tisztességesen. Úgyhogy volt arra példa, hogy hajnalba elment csirkét pakolni, és ő reggel úgy jött a képzésre, és végigcsinálta. Ilona 2019-től folyamatosan dolgozik a nyílt munkaerőpiacon. Legógyárban, Jabilban is dolgozott, kenyérgyárban is dolgozott, jelenleg is dolgozik Nyíregyházán a Jász Plastik intézményében. Őt vele nagyon szoros a kapcsolaton, mai napig tartjuk a kapcsolatot, bármiben, ha megkér, segített neki, és elnézést kérek, de
meghatódtam amúgy a gyerekektől, nekem ez mind, mert bocsánat, hogy egy kis kitekintést tartok, de Tiszavasváriban azért nem nagyon volt még erre példa, hogy a roma gyerekeket így lássam. Ironkáról ezt szeretném elmondani, hogy a mai napig tartjuk a kapcsolatot, és tényleg a mentorálás alatt nyílt bármilyen problémával. Volt nekünk olyan ügyünk, hogy családsegítőbe kellett menni, vagy ugye önéletrajzírásban, mindenben mellette álltam, és bizalommal keresett meg. Úgyhogy ez a program teljesen azt gondolom, hogy nagyon kell a romáknak. Az alapkompetencia képzés is ugye nagyon sikeres volt, többen azon vettek részt. Itt az anyagi forrás, volt olyan, aki 30 éve már nem ült padban, és tanulta újból az írást, olvastás, ez is nagyon jó volt, de azt gondolom, hogy itt a legnagyobb siker az, hogy a felzárkóztatási programban részt vettek az emberek. Én azt szeretném, hogyha minél több képzés indulna, olyan képzés, ahol OK és bizonyítványt tudnának szerezni, és kifejezetten az asszonyok, mert itt azért a roma asszonyoknak van nagyobb problémájuk, ők nem tudnak elhelyezkedni ugye a nyílt munkaerőpiacon. Mert egy 5 gyerekes anya hogy menjen el például a Jabilba, amikor van egy 3 éves gyereke. Azért ezt éjszaka nem nagyon lehet ott hagyni. Én így gondolom mentorként is, cigány asszonyként, anyaként is. Ennyit szerettem volna. Felkérem Sztojka Attila főigazgató urat, ossza meg velünk köszöntő szavait. Tisztelt helyettes államtitkár asszony, tisztelt elnök úr, polgármester úr, szószóló úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A mai évnyitó kulturális programmal indult, és a kulturális programnak a végén egy olyan számot hallottunk, amelyben az volt, és azt vetítették elénk, hogy meg vagyunk átkozva, mert se országunk, se hazánk nincsen. Én egy örömteljes hírrel jöttem önökhöz, amely talán mindennek az alapja, az pedig a Bibliából vett példabeszédek 26-os sora, ami úgy szól, ahogyan elszáll a madár és elrepül a fecske, úgy az ok nélküli átok sem teljesül. Hölgyeim és uraim, a jó hír az az, hogy az okunk és az ok nem hátráltathat minket arra, hogy az életünket jobbá tegyük. Ebben az országban, vagy ebben a világban, az elmúlt évszázadokban az volt a jellemző, hogyha a roma ügyről beszéltünk, akkor mindenki a sajnálatot helyezte maga elé. Mindenki azt nézte, hogy ki miért hibás, mindenki azt nézte, hogy önmaga miért nem tud megvalósítani bizonyos dolgokat. És mindegyik ennek az alapja az volt, hogy miért nem. És hogyha ezt egy kicsit tovább nézzük, akkor rájövünk arra, hogy alapvetően nem a nyomort, nem a szegénységet, nem a hátrányt kell néznünk, hanem azt, hogy mivel rendelkezünk, és azt, hogy mit akarunk az életben. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 1,5-2 éve működik a terepen, és azért dolgozik, hogy a hátrányos helyzetű embereknek az élethelyzete megváltozzon. Az elmúlt 2 évben 14 000 embert ültettünk iskolapadba, bár én annyira nem szeretem azt hangsúlyozni, hogy iskolapadba ültünk, mert nem feltétlenül csak padba kellett ülni, hanem bizony gyakorlatorientált képzésen kellett részt venniük. De minden egyes szám annyit ér, amit az életben megvalósítunk belőle. Még ha sokszor lemondással is jár, még ha sokszor vonzóbb az, hogy holnap többet keresek, mintha beülök a padba. Még ha sokszor azt mondjuk, hogy a napi betevő veszélyeztetve van, ha én beülök a padba. Akkor is tudnunk kell azt,
hogy hosszú távon mit akarunk a mi életünkben. És ez a hosszú távú gondolkodás adja az egész roma ügynek a felemelkedését és társadalmi integrációját. Amíg ezt nem fogjuk tudni elérni, a hosszú távú gondolkodást, addig nem tudunk kellő mértékben eredményekről beszélni. Rövid sikerekről tudunk, hatékonyságról tudunk, de rövid távon oldjuk meg a valódi nehézséget. Éppen ezért, akik padokba beülnek, tanulnak, új esélyt kapnak arra, hogy az életüket javítsák, ez egy hosszú távú befektetés a számukra. Befektetés arra, hogy a kiszolgáltatottságuk, a függőségük az megszűnjön. Nekünk, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnak és Magyarország kormányának a fő célja az az, hogy ne legyenek kiszolgáltatva, hanem önálló, biztos, biztonságos életet tudjanak élni az életükben. Ma még furcsa, amikor napi kenyér problémák vannak, hogy arról beszélünk, hogy a jövőben mit akarunk. De amikor a gyermekeiket nevelik, önök sem arra nevelik őket, hogy nehézségeik legyenek, hanem arra, hogy lehetőségeik legyenek. És tetszik, nem tetszik, egy-egy főzéssel, egy-egy mosással az ő jövőjüket építik. Mind hozzájárul ehhez. És fel se fogjuk, mert természetes. Ahogy az sem, hogy ez hogyan járulhat hozzá az ő életéhez. És persze lehet mondani, hogy önök mi mindent kaptak a szüleiktől. És mi okozhatta azt az élethelyzetet, amiben vannak. És itt kell kiemelni az önök városát. Az, ami ebben a városban elindult pár évvel ezelőtt, vagy talán egy évvel ezelőtt, ez sokkal előbb is elindulhatott volna. De mégis voltak olyan emberek, vagy volt olyan ember, aki abban volt érdekelt, hogy egymással szembeállítson embereket. Aki abban volt érdekelt, hogy feszültség maradjon fönt az önök településén, vagy ma, akár hogyha az aktuális helyzeteket nézzük, bizonyos csoportok abban érdekeltek, hogy megosszák a társadalmat. Mi lett ennek az eredménye? És ha jól megnézzük, akkor rájövünk arra, hogy semmi. Senki nem nyert ezzel. De azzal, hogy önök igazából érezték ezt a változás szükségességét, kezükbe vették. És azt mondták, hogy félre kell tennünk mindent. Ahhoz, hogy biztonságos, kiszámítható településünk legyen, életünk és családunk, ahhoz az kellett, hogy változást hoztak. Mi azokkal tudunk partnerséget kialakítani, akik keresik a partnerséget, és akarják az együttműködést. Hozhatok bármit, ha nincsenek emberek, akik azt megfogják. Adhatom tálcán önöknek, nektek. És mégsem fog sikerülni. Mert ahhoz kell egy akarat. Az akarat pedig az, hogy elnyúlok ahhoz a tálcához. Mi a képzéseink révén akarunk egy változást. De nem állhatunk meg pusztán azzal, hogy képezünk. Hanem a végén a foglalkoztatást kell hangsúlyoznunk. És a legfontosabb eleme a végső foglalkoztatás. Mert ha munkájuk van, mindenük lesz. És ha munkájuk van, fizetésük is van. És persze lehet sorolni, mi minden lemondással jár. De ha választani kell, hogy a kiszámítható, biztonságos jövedelmet választom el, vagy az alkalmanként itt, akkor mindenki azt válaszolja, hogy a kiszámíthatót. És hogy a tudás alapvetően miért is fontos? Azért, mert amikor megkülönböztetésekről beszélünk és előítéletekről, annak vannak alap okai. Nem elfeledve, hogy nincsen olyan tényező, ami elfogadhatóvá teszi azt, hogy valakit előítéletben részesítünk. Nem lehet. De nekünk a feladatunk az az, hogy ezeket az előítéleteket, amelyeket ránk akasztottak, roma és nem roma vonatkozásban egyaránt, lebontsuk. Ennek legfontosabb eleme az,
hogy a tudással rendelkezzünk. Mert valóban a tudás társadalmi megbecsülést és társadalmi elfogadottságot hoz. Ma már ebben az országban egyre gyakori, és egyre jobban jönnek elő azok a hangok, amely arról szólnak, hogy a romák építik ezt az országot. Nincs olyan beruházás Magyarországon, a roma származású emberek ne dolgoznának. Már csak egy hajszálra vagyunk attól, hogy megváltozzon gyökeresen ez a helyzet a téren, ami természetessé teszi azt, hogy emberek dolgoznak és építik ezt az országot. Függetlenül attól, hogy roma vagy nem roma. A kérdés pusztán az, hogy ezen az úton tovább megyünk-e. Vagy hiszünk annak, amit sokan vízióként, terveket hangsúlyozva mondanak. Hiszünk-e arra, vagy hiszünk-e annak, amikor irítséggel teli hozzászólások, észrevételek vannak. Most kedves hallgatók, ha üzenetet kellene a végén mondani, akkor én alapvetően pár szóban fogalmazzam meg. Soha ne a másiknak a helyzetét nézzék, hanem az önmagukét. Soha ne azt nézzék, hogy kinek mi van, hanem hogy önmaguknak mi van. És hogyha önmagukért dolgoznak, és nem azzal foglalkoznak, hogy a másikkal mi történik, és mi van, akkor felnőnek egy olyan szintre, amelyet az önök saját megvalósulását jelenti. És hogyha erősek önök, erőssé válik a közösségük is. És hogyha nem leszünk irigyek, akkor olyan erős közösséggé fogunk formálódni, amely a bizalmat, a biztonságot és egy szeretetteljes társadalmat fog jelenteni. És a szembenállás helyett az együttműködést fogjuk hangsúlyozni. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnak ezek a fő küldetései. Az elkövetkezendő évben, tanévben közel 10 000 embert akarunk tudáshoz juttatni. Olyan képzésekkel, amelynek köszönhetően a munkaerőpiacon meg tudnak állni és dolgozni tudnak. Piacképes tudást. Még ha sok esetben úgy is érzik, hogy mit tudok kezdeni azzal a kompetenciafejlesztéssel, a kiskerti növénytermesztéssel. Ne kérdezzék meg ezt, hanem ennek a lehetőségét lássák benne. Mit ad nekem? Mit tudok hazavinni ebből? Többek között azt, hogy megértem, hogyha a gyereknek írnak az üzenő fizetébe? Megértem, hogyha a gyógyszernek a szedési papírját elolvasom és megértem? Nem kell oda mennem megkérni valakit, hogy olvasd már föl, hogy mi van ide írva, mert nem értem. Hányszor fordul ez elő velünk? A kompetenciafejlesztés az erről szól. Mi szép szakmai nyelvvel fogalmazunk, de röviden, tömören ez a lényeg. Vagy hogyha a kertművelő programot beszéljük és mondjuk, és megkérdezhetik, hogy na jó, de ennek mi a lényege, hol tudok én majd elhelyezkedni? Önök egy olyan eszközt kapnak az életükben, amelyet először önmaguknál otthon kell elkezdeni. Nagy feladat előtt állnak önök is és a város is, mert Tiszavasvári ebből a szempontból reflektorfényben van. A kérdés az az, hogy az a nagy, két nagy telep, amivel rendelkezik ez a város, milyen változást tudunk indítani. A kérdés az az, hogy az ott lévők, az ott élők hogyan nőnek föl a partnerségre és a lehetőséghez. Én azt kérem polgármester úrtól, hogy a lehetőséget lássa az ott élőknek, ott élőkben. Én azt kérem az ott élőktől, hogy lássanak egy bizalmat és egy partnerséget a város vezetésében. És azt kérem önöktől is, hogy azok a kollégák, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy az önök élethelyzete változzon, az nem biztos, hogy a rövidtávú sikerekben lesz motivált. Mi nem azért jöttünk, hogy adakozzunk, mi nem azért jöttünk, hogy csomagokat osszunk. Az is fontos.
de mi azt akarjuk, hogy az önök élete megváltozzon. Mi azt akarjuk, hogy ha majd mi nem leszünk itt, önök akkor is tudjanak élni. Mi azt akarjuk, hogy amikor itt fellépnek gyerekek, és látjuk azt a professzionalitást, annak mindenki tudjon örülni. Milyen érdekes évekkel ezelőtt, hiszen ez elszangzott el. Nem volt erre példa. Nos, a helyzet a felelősséggel csak az, hogy mindenkinek van ebben felelőssége. Az ígérgetések helyett a tényekre kell koncentrálni. És arra kérem önöket, hogy ezekre is figyeljenek, és ne engedjék, hogy visszaforduljon. Ne engedjék, hogy az ország elforduljon. A fő cél az az, hogy az irányokon végig tudjunk menni. A fő cél az az, hogy olyan képzéseket kapjanak, amelyen utána el tudnak helyezkedni. És zárszóban csak egy rövid szakpolitikai, ha nagy szavakat kell mondani, dolgot szeretnék megosztani önöknek. 2021. július 1-től ebben az országban csak és kizárólag olyan képzéseket lehet elindítani, amelynek a végén a csoportoknak a 25%-át az elsődleges munkaerőpiacon el kell helyezni. Ez a szabályozás egy történelmi szabályozás, amit megalkottunk a belügyminisztérium és a kormányzat támogatásával, és a fő cél az az, hogy nem pusztán ki akarunk pipálni képzést. Nem lehet, és nem is engedjük meg. Mert emberek életével játszunk. A feladat az az, hogy az önök élete változzon. Akarjuk mi, de akarják önök is ezt a változást. Nagyon szépen köszönöm, megtiszteltetek. Szőke Zoltán polgármester úr tájékoztatóját a Tiszavasvári Komplex felzárkóztató programról. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, akkor folytatjuk a szakmai részen, és én egy rövid tájékoztatót szeretnék adni a Tiszavasvári Komplex felzárkóztató programról. Ez a bevezető, vagy ez a mondat lehet nem sokat árul el arról a munkáról, ami emögött van. Ahogy főigazgató úr is és a felszólók is elmondták felszólásaiban folyamatosan, nagyon fontos az, hogy egy település milyen kapcsolatot ápol a megyével, a kormánnyal, az országgyűlési képviselővel, a helyi lakossággal, partnere abban, hogy változások jöjjenek létre a településen, és jobb irányba forduljon egy város szekere és az emberek élete. Főigazgató elmondta, hogy ez a 2018-as éveket megelőzően nem igazán jó irányban haladt. A város nem volt partner a felzárkóztatásban, nem volt partner az adott kormányzattal. Én nagyon sokszor elmondtam, és ezt bátran vállalom, hogy falakat épített maga köré, és sajnos olyan helyzetet teremtett, ami sem a hátrányos helyzetűeknek, sem azoknak, akik munkából, bérből, fizetésből élők jó legyen. A település ellehetetlenül nagyon nehéz helyzetbe került, és igazán nem látták nagyon sokan az előrelépés lehetőségét, de mégis azt mondom, remény sugár villant 2018-ban, és történt egy váltás. Akkor kaptunk egy egyedi kormányzati támogatást, hiszen a kapcsolatok újraindultak. Országgyűlési képviselővel, Magyarország kormányával, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzatával ugye újraépítettük a kapcsolatainkat, és olyan pályázatokat indítottunk újra, vagy szereztünk meg, ami a város javát szolgálja. Akkor kaptunk egy egyedi kormányzati támogatást, ami óriási lendületet hozott, hiszen 260 millió forintért útfelújításokat tudtunk végrehajtani, 20 millió forintért a lerobbant orvosi rendelőnket újítottuk fel, 30 millió forintért egy egész komoly kamerarendszer épült ki, ami a közösséget védi és a biztonságot szolgálja, és a város két végén két alapszintű sportpálya épült meg, de mi gondolkodtunk tovább, hogy majd lesz egy folytatás, és bíztunk abban, hogy 2019-től majd egy olyan képviselőtestülettel dolgozhatunk együtt, akik hosszú távban gondolkoznak, nem egyik napról a másik napra élnek, vagy várják a csodát, és a települést elindítják úgymond a fejlődés útján. 2020-ban
Nagyon komoly munkával, országgyűlési képviselő úrral, a polgármester úrral, a polgármester hivatal munkatársaival, intézményvezetőkkel kidolgoztunk egy felzárkóztatási programot, ami infrastruktúrális alapokra épül, és hát egy fejlesztés képzés is tartozik hozzá a hátrányos helyzetűek irányába részére. Ezt a felzárkóztató program kérelemcsomagot ugye benyújtottuk, és hát államtitkár asszony és nagyon sokan mások jártak nálunk még 2020-as évek őszén, és ezt a programot átbeszéltük, megnéztük tiszavasvári helyzetét, mennyire megalapozott ez a történet, és örömteli hírként, karácsonyi ajándékként 2020. december 21-én a kormány határozatban fogadta el a tiszavasvári komplex felzárkóztató programot. Ez egy az országban eddigiektől eltérő felzárkóztatási program, vagy felzárkóztató program, ugyanis, ahogy említettem, nem csak a hátrányos helyzetűeknek szól, hanem magának a településnek szól, és a település egészét érinti. És azért is újszerű ez a történet, és talán példaértékű lehet, hogy a település speciális adottságait, az itteni emberek létét, életét, hozzáállását, az adott körülményeket veszi figyelembe. Tehát nem egy felülről jövő végrehajtás, utasítás, hogy ezt kell tenni, és akkor ezt így végre kell hajtani, és ebből talán majd lesz valami, hanem van kommunikáció a városvezetés és a kormányzat között, a minisztériumok között, a szakemberek között, és erre alapozva indul el egy új program. A döntés megszületett a kormány részéről, két részre bontódik a komplex felzárkóztatási programunk, az egyik egy infrastruktúrális fejlesztés Tiszavasváriban. Ennek a támogatói okirata már aláírásra is került, a műszaki tartalom kidolgozásra került, és a megvalósítás előtt állunk. Itt nagy vonalakban mondanám el csak, hogy 765 millió forint nyílik útfelújítás fog megvalósulni Tiszavasváriban, ez út, patka felújítás, új út építése is szerepel benne. Összességében az úthálózat közel 13 km hosszan fog megújulni, és 5-6 kilométernyi útpatka és egyéb úthoz tartozó csatlakozási részek újulnak majd meg. 200 millió forintért a csapadékvízelvezető és belvízelvezető rendszerünket korszerűsítjük, árkok tisztítása, csatornák tisztítása, szivattyúk cseréje és a többi. Örömteli hír, hogy 250 millió forint értékben az 20 millióért már részben felújított orvosi rendelőnk tovább fejlődhet, tovább szépülhet, és egy, a területünkön a hátsó részen egy új orvosi rendelőépület egység alakul majd ki, amit hát különböző utakon járva annyival tudtunk még bővíteni, hogy egy mentőpont is kialakításra került Tiszavasvárban, tehát most már nem kell olyan helyzetbe kerülni a városban, vagy a városban élőknek, akik segítségre szorulnak, hogy akár hosszabb időt is várhatnak az ide érkező mentőre, mert ugye Tiszalökön ugyan közel, kilométerben közel van mentőállomás, de három vasúti átjáró van, és olyan a helyzet, a mentő sem igazán tud és mehet át ezeken az átjárókon, és itt azért 13 ezer ember él, nagyon közel van az autópálya, veszélyes üzemeink vannak, nagyon-nagyon sok olyan munkahely van és intézmény, ahol történhet bármi, és a mentő azonnal rendelkezésre fog állni, hogy óriási előny az itt élőknek. Úgyhogy kiharcoltunk egy ilyen lehetőséget az egyeztetés folyamatban, két új orvosi rendelő került kialakításra, mozgássérült, balesetmentes közlekedés is biztosítva lesz, lift és mindenféle a 21. századnak megfelelő igény ki lesz elégítve ebben az épület egységében. Parkolót építünk és rendezünk a környezetet is. Nagyon sok település küzd a kóborelek kérdésével. Nem szeretnék mélyebben belemenni ebben a történetben, mindenki tudja, miről beszélek. Mi hosszú évekkel ezelőtt képviselőtársakkal elhatároztuk, hogy az igazán hatékony és hatásos megoldás az, ha saját kezünkre vesszük a kóborelek kérdését. Ugye a törvényi szabályozás sajnos most nem elég hatékony, és nem igazán tudunk mit kezdeni ezzel az ügyel, viszont ha saját gyepmesteri telepünk van, ahol a kóborelek kérdését, befogását tudjuk szervezni. Alapítványa civil szervezetekkel tudunk szerződni, tehát hogy gazdásítás is legyen, és az ebeknek a sorsa az azért rendeződjön. Az egy óriási erőny lehet, mert jelen helyzetben messzi településről, más megyéből
tudunk szerződni egy ebbefogóval, aki amikor lehetősége van, tud jönni. De ez nem megoldás, mert az elek ugye újra termelődnek sajnos fialnak, és a felelős állattartás az nem alakult ki a településen, de szerintem polgármesterületre nézek, más településeken is vannak hasonló gondok. Mi úgy döntöttünk, hogy saját kézbe vennénk, kérelemmel fordultunk a kormányhoz, és egy gyepmesteri telep kialakítására is támogatást kaptunk, amire a tervek, engedélyek, egyebek rendelkezésre állnak. Az első részében, központi orvosi rendelőről beszéltem, viszont van egy járóbeteg szakrendelőnk, aminek a épületének a korszerűsítése, felújítása is meg fog történni, tehát modernebb, jobb és költséghatékonyabb épületben lesz majd a szakellátása jövőre nézve. Ami viszont a mai napra szól, és igazán erről kell, hogy beszéljünk, az a felzárkóztató programunknak a második része, amiben tanoda, biztos kezdett gyerekház építése és működtetése, felújítás és közösségi ház felújítás szerepel. Természetesen ebben a részben is vannak infrastruktúrális elemek, útépítések, gáz, víz és egyéb az épülethez szükséges szolgáltatásoknak a kialakítása. Van egy közösségi házunk, aminek a felújítása meg fog történni. Itt a jelenlegi közösségi ház funkciót szeretnénk átváltani egy fürdési lehetőség kialakítására, öltözőkkel és egyebekkel, valamint mosási lehetőség kialakítására. Ezen túlmenően pedig az épületben kialakítanánk olyan irodákat, helységeket, ahol különböző segítséghez juthatnak azok, akik oda vetérnek, családsegítő által, mentorok által, stb. Ez az épület ez hosszú évtizedek óta elhanyagolt állapotban volt. Most eljutottunk odáig, hogy ez az épület megújul és funkciót vált, és azt gondolom, hogy nagy segítség lesz az ott élőknek. Ezt arra is merem alapozni, mert 2010 előtt, ha jól emlékszem, ez az épület ilyen funkciókkal bírt. Lehetett járni mosni, lehetett járni tisztálkodni, volt igény az ott élők részéről erre. Volt olyan személy, aki ennek az épületnek a rendbetartását, tisztántartását megoldotta, de az akkori városvezetés, ugye a nagy váltást követően ezt megszüntette, ezt a funkciót, és más feladattal látta el. Egyébként ebben az épületben jelen pillanatban tanoda működik. Az a tanoda, ami működik, az onnan ki fog majd kerülni. Itt érnék rá a második elemre, a tanoda és biztos kezdett gyerekház építése, ami megvalósulna a külső Szent Mihály részen, és a város másik végén, ahogy főigazgató is mondta, ugye két telepünk van, vagy két városrészünk van, ahol hátrányos helyzetűek élnek, és azért biztosítani szeretném mindkét városrészen a biztos kezdett gyerekház lehetőségét és a tanoda lehetőségét is. Van egy másik település részünk, aki nem ismeri Tiszavasait, ez Józsefháza, jó néhány kilométerrel a városon kívül helyezkedik el. Onnan is nagyon sok gyerek jár iskolában, ott is nagyon sokan élnek hátrányos helyzetűek, és az ő képzésükre, felzárkóztatásukra is szolgálna majd a bűdi tanoda és biztos gyerek, biztos kezdett gyerekház épülete. És az ő utaztatásukat pedig majd egy busz beszerzésével szeretnénk megoldani, amit a kormányzat szintén támogatott. Szeretnénk felújítani a külső Szent Mihály részen egy aszfaltpályánkat, bővíteni, körbekeríteni kamerával, hulladékgyűjtő edényekkel és egy közösségi jellegű térré alakítva, egy közösségi helyé alakítani. Ez is szerepel ebben a programunkban. A szakmai része kidolgozás alatt áll, úgyhogy a támogatói okirat előtt állunk. Egy ilyen nagy fába vágtuk a fejszénket a kormányzat támogatásával. Bízunk benne, hogy minél hamarabb a támogatói okirat majd rendelkezésre fog állni, és elindulhatnak a fejlesztések, beruházások, elindulhat a tanoda program, és akkor már talán egy hivetítésre, egy prezentációval a folyamatokról, a sikerekről és minden másról bővebben is beszámolhatunk, meg hát, hogy mindenkit várunk szeretettel ezeknek az épületeknek, a programoknak a beindítására, az épületek átadására, és kérünk mindenkit, hogy segítsen, támogasson bennünket, hiszen nagy szükségünk van erre, nyitottak leszünk, Tiszavasvári azt gondolom, hogy egy nyitott város, egy nyitott település, és nagyon szívesen látunk, várunk mindenkit. Azt is elmondanám, hogy nem csak ilyen programokon és ilyen eseményeken látunk mindenkit szeretettel, és várunk mindenkit szeretettel, hanem nagyon sok szórakoztató programunk van, van egy kiváló strandfürdünk, egy ifjúsági táborunk, hogy reklámozzam egy kicsit a települést,
és múzeumaink rendezvényei, ahol nagyon-nagyon hasznosan el lehet tölteni az időt, akár január 1-től december 31-ig, úgyhogy kiszavasság mindenkit szeretettel vár. Köszönöm a türelmet, köszönöm, hogy meghallgattak. Ha esetleg kérdés merülne fel, akkor arra megpróbálok válaszolni, de jelen pillanatban a komplex felzárkóztató programokról nagy vonalakban ennyit szerettem volna tájékoztatást képelőnöknek átadni. Köszönöm még egyszer a figyelmet. A felzárkózás új feladatai a felnőtt és szakképzésben. Hallgassák meg Dániel Zoltánt, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság felzárkózási képzések főosztályának főosztályvezetőjének előadását. Köszönjük mindenkit! Engedjék meg egy utolsó előadóként. A társadalmi felzárkózásnak az új feladatairól vázlatosan beszéljek. Nagyon sokat tudnék beszélni, de nem hiszem, hogy mindenki örülne neki. Nagyon komplex és nehéz téma. Viszont a lényegi elemeit azt gondolom, hogy azért érdemes önöknek most itt bemutatni, mert különös aktualitása van. Pár hónappal ezelőtt fogadott el a kormányzatunk egy olyan kormányrendeletet, június 7-én, ami, én örültem, hogy főigazgató úr szavait most idézhetem, hogy történelmi jelentőségű. Nagyon bízunk benne, a mi életünkben biztos, hogy változást hozott, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy az érintetteknek, a hátrányos helyzetű felnőtteknek az életében legyen ez változás. Úgyhogy a 2021. 7. hó 1-i dátum az ezért nagyon fontos, és erről szeretnék párját felvillantani. És aztán engedjék meg, hogy mivel ugye tanítom vagyunk, azért a úgymond hagyományos felnőttképzési feladatainkról is párját mutassak. Ugye 2021. 7. hó 1-je eddig az időpontig jellemzően, és itt szigorúan módszertani értelemben mondom, amikor a felzárkózás és a szakpolitika felnőtt képzési programokat akart szolgálatába állítani a saját szakpolitikai céljainak, akkor, ha úgy tetszik, elég szűkös eszköztára volt. Miért mondom ezt? Mert ugye a felnőtt képzés az alapvetően csoportos fejlesztésre épül. És hát ezt láttuk, viszont nagyon sok tapasztalat igazolta azt, hogy a csoportos fejlesztés sokszor elnyomja az egyéni igényeket. Tehát mi azt mondtuk, hogy az egyéni fejlesztése az mindenképpen középpontba kell, hogy álljon, de valahol ez kicsit ellentmondásos. De csoportos fejlesztés meg egyéni fejlesztés egyszerre nem lehet. Ezért mondom azt, hogy eddig az időponti egy kicsit szűkösek voltak a lehetőségek. Most azonban remélhetőleg ténylegesen történelmi dátumot megélve, kibővül a felzárkózás, és egyébként mondhatom, hogy általában a felnőtt képzésnek az eszköztára azzal a új fejlesztéssel, aminek reményeink szerint az lesz a legnagyobb előnye, hogy az egyéni fejlesztést az sikerül csoportos keretek közé behoznia. Majd mindjárt erről beszélek. Ezeket hívjuk komplex felzárkózási képzéseknek. Nem tudom, hogy hányan hallottak itt a jelenlévők komplex felzárkózási képzésekről, de hogyha ezt a fogalmat valaki meghallja, ugye azt értjük, hogy komplex, és ez valami bonyolult. Nem erről van szó. Sajnos az élethelyzetek a bonyolultak. Azt a fajta komplexitást, ami gazdasági társadalmi szempontból egy bonyolult élethelyzet, ilyen probléma halmazokkal vagy probléma láncolatokkal találkozok, ezeket kezelni kell, csak ez sajnos nem lehet egyszerűen. Ettől komplexek ezek a képzések, és ugye emellett továbbra is megmaradnak a hagyományos eszközök, FKP, tehát felnőttképzési törvény szerinti programjai. Ahol nincs egyéni fejlesztés, ott majd megmarad a csoportos keret. Ennek megfelelően, hogy a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnak a funkció is kibővültek, innentől kezdve ketté ágazik a feladatkörünk. Egyrészt a komplex felzárkózási képzések vonatkozásában engedélyezési és ellenőrzési feladatokkal bővült a mi hatáskörünk, kormányzati felhatalmazás alapján. A másik pedig megmaradunk képzésszervezőnek és megvalósítónak, ugye jellemzően Szerencsét Szabolcsban a kiemelt projekt FOP371-nek köszönhetően különösen nagyon sokan tapasztalták ezt, hogy egy kiemelt projektek keretében nagyon-nagyon sok képzési programot továbbra is fogunk indítani. És ennek megfelelően a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság egyfelől most már ágazati hatóság, zárójelben megjegyzem, nagyon speciális a helyzetünk, mert ugye ágazatoknál, mezőgazdasági ipar, gépészítés, így tovább, mi társadalmi felzárkózási ágazat vagyunk, ami egy ágazatközi ágazat. Magyarul mindent érintünk, legyen az mezőgazdasági,
ez borzasztó nehézé teszi a mi feladatainkat, de annál nemesebb és annál nagyobb kihívás. És a másik meg ugye maradunk felnőtt képzőszervezet továbbra is. De hogy miért volt az a változás? Ezt azzal a legfontosabb szakpolitikai dokumentummal támasztanám alá, amit egyébként most pár héttel ezelőtt a kormányzatunk egy határozat formájában szentesített, tehát gyakorlatilag ezzel fogadtuk el, vagy fogadták el a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030-as dokumentumát, amit csak azért idéznék be, mert ebben olyan probléma felvetések vannak, hogy például, és ez az előző támogatási EU-s támogatási ciklushoz kötődő megállapításokat tartalmaz, hogy az elsődleges munkaerőpiac valós igényeinek és a célcsoport szükségleteinek figyelembevétele nélkül valósult meg több képzés is. Vagy jelentős minőségi különbségek mutatkoztak képzés és képzés között. Most ezt látva, hogy a stratégia azt mondja, hogy erre azt kell lépni, hogy akkor alkossuk meg azokat a szabályokat, azokat a követelményeket, amit minden képzésben ugyanúgy kell érvényesíteni azért, hogy ne legyenek ekkora különbségek képzés és képzés között, és ez nagyon fontos. Azok a beavatkozások a leginkább hatásosak, amelyek a fejlesztési cél, és itt képzésre kell gondolni, szolgálata mellett egyidejűleg képesek reagálni a családi, környezeti, szociális megértési problémákra is. Mit jelent ez? Ne csak képezzünk, hanem minden egyéb olyan szolgáltatást nyújtsunk mellette, ami azért fontos, hogy az egyén életében megszüntessük azokat az egyénhez kötött akadályokat, ami az ő boldogulását elősegíti. És itt csatlakoznék polgármester úr a komplex programjához, hogy ugye itt is azért komplex maga a program, mert ezeket nem csak képezni kell, az nagyon jó, sőt az egyik legfontosabb lesz, hanem mellette ugye azokat a közösségi tereket, ahol szolgáltatásokat lehet nyújtani, ezt ilyen formában biztosítsuk. És ezért került bele ebbe a stratégiába is ez, ráadásul ugye megoldásként konkrétan ki is mondja, hogy a komplex fejlesztés céljából meg kell alkotni azt a szabályrendszert, ami egyébként hozzáteszem, hogy már gyakorlatilag rendelkezésre áll, hiszen 2021. 7. hó 1-jében már hatályba is lépett a 311/2021-es kormányrendelet, ami úgy komplex felzárkózási képzésekről szól magyarul, a jogszabályi keretek már most adottak. Remélem nem túlzok, hogy azt mondom önöknek, hogy a szakmai keretek is adottak. Most még azért nem tudok, hogy mondjam, számokról vagy tapasztalatokról beszámolni, mert ezek a képzések, ezek támogatott formában indulnak, és jellemzően ez majd a 21-27-es fejlesztési ciklus képzéseihez kötődik, még nem kerültek meghirdetésre ezek a pályázatok. És ezért mondtam azt, hogy felnőttképző szervezetből gyakorlatilag most már a TEF ágazati hatóság és felnőttképző szervezetként működik tovább. Komplex felzárkózási képzés, ugye az előbb utaltam rá, hogy hát bonyolult. Na azért mondom ezt, hogy bonyolult, mert ugye nem maga a képzés bonyolult, hanem az élethelyzet, amiben jellemzően találkozunk a hátrányos helyzetű, hozzánk érkező felnőttek esetében. Ugye a felső görbökben ábrázoltam azokat a mondom, tipikus problémákat, amik egyébként komplexen sajnos benne vannak, amiket küzdenek nap mint nap az emberek. Nincs jövedelem, lakhatási körülmények sokszor krízis jellegűek, nincs iskolai végzettség, vagy nagyon alacsony, szakmáról ne is beszéljünk, tehát amivel a munkaerőpiacon el tudna helyezkedni. Ugye az egészségi és mentális állapot sokszor sajnos egyszerre van jelen, hogy megromlott, és ezzel összefüggésben egy olyan mikrokörnyezet, egy családi baráti közegre kell gondolni, ből érkezik ő, ahol gyakorlatilag azt mondják, hogy minek még képzése, nem egy már képzése, maradjál itthon. És sajnos ilyen napi küzdelem megy az oktatók és a képzésben résztvevők között, hogy ebben a helyzetben kéne ugye csak képzéssel megoldani az ő problémáit. De hogyha csak erre koncentrálunk a képzési vonulatra, akkor ugye látható, és a többi problémával nem küzdünk, vagy nem kezeljük, akkor hosszabb, tartós eredményeket nem biztos, hogy fogunk elérni, és lehet, hogy nem is illik várni, ha úgy tetszik. Ezért azt mondja a komplex felzárkózási képzésekről szóló kormányrendelet, hogy komplex élethelyzetet, ugye komplex támogatással kell kezelni, magyarul a képzés mellett ugye az összes problémára próbáljuk meg megoldást találni. Sietve hozzáteszem, mert ilyenkor én magam is, hogyha ezt hallanám, hát egyből azt mondanám, hogy hát hogy várunk el ilyet egy képzéstől? Nem várunk el ilyet egy képzéstől, tehát ez a kormány nem azt mondja, hogy egy képzés alatt az összes problémára majd a képző meghozza a választ, és minden problémát megold. Ezt senki nem mondja, viszont azt igen,
hogy most már ugye több mint 10 éve támogatjuk ezeket a programokat, megvalósítjuk, és nem csak mi, hanem az összes többi felnőtt képző számára ez adott, ez a lehetőség. Azt mondja a kormányrendelet, hogy aki felzárkózási képzés indít, tehát kifejezetten társadalmi felzárkózási célra indít képzést, akkor tessék az összes problémával foglalkozni. És nem az a lényeg, hogy ő oldja meg, hanem használjuk ki a szolgáltatások. Egyébként Magyarország szerencsére nagyon jó helyzetben eltekintetve, rendkívül sok szolgáltatásunk van, családsegítéstől kezdve a foglalkoztatási szektorban, csak ezeket ki kell használni. Tehát a képzőnek, és nem egyedül van, erről majd mindjárt beszélek, az a dolog, hogy ezeket a szolgáltatásokat, ebben a potenciált ezt kihasználja. Még egy ábrát azért ide, hogy miből válik komplexé ez a képzés. A felső tartományra, hogyha koncentrálunk, ott lehet látni, hogy ez igazából, tehát képzés a legfontosabb eleme, de ez egy szolgáltatási programcsomag, aminek hozzáteszem a legfontosabb eleme a képzés. Tehát az alapvetően megmaradnak a csoportos fejlesztési keretek, de közben képzéssel párhuzamosan az egyénre koncentrálva mindenki igényeinek megfelelően szolgáltatásunkba kell besegíteni, legyen az lakhatás, legyen az egészségügy, vagy mentálhigiéné, legyen az közösségfejlesztés, vagy akár foglalkoztatás. Na de hogyan? Ugye egy felnőtt képző ezt hallja, jobban teszi fel, hát könnyedül, én felnőtt képző vagyok, én a képzés szervezéshez érkezik. Igen, nem is a képzőnek a dolga ezt megtennie, hanem azokat a segítő szakembereket kell nekik most már alkalmazni, akiket mobilitási mentornak hívnak ebben a kormányrendeletben. Azért mutatom önöknek ezt a eléggé furcsa ábrát, mert azt gondolom, hogy ezzel lehet leginkább érzékeltetni azt, hogy mi az ő funkciója. Ugye az egészségügyben a háziorvos az, aki, tehát nem ő műt, hanem ő csak diagnosztizál. Azt mondja neked, ez a probléma, menjen a szakrendelésre. A mentornak se az legyen a dolga, hogy majd ő aztán lesz pszichológiai tanácsadó, meg jogi tanácsadó, meg családsegítő, meg nem tudom, munkaerőpiaci tanácsadó egy személyben, nem. Hát ez lehetetlen jelenben, nincs a Földön. Ne is legyen. De a mentor viszont legyen a tekintetben teljesen tájékozott, hogy milyen szolgáltatások vannak az adott településen, ahol a képzés folyik, és hogyan tudja azt az érintettet, tehát a mentoráltat besegíteni az adott szolgáltatásban. Jó, tehát én azt gondolom, hogy ebből lehet látni. Nagyon sokszor egyébként előzetesen sok ilyen kérdésem azott el, hogy hát miért akarunk ezzel a szabályrendszerrel párhuzamos szolgáltatás rendszereket kialakítani. Senki nem akar sem. A rendelkezésre álló szolgáltatásokat, legyen az biztos kezdett gyerekház, legyen az tanoda, legyen az családsegítő, legyen az a foglalkoztatási főosztálynak az adott tanácsadó, ezeket a szolgáltatásokat kell, ha úgy tetszik, helyzetbe hozni. Most a mobilitási mentorokra ugye felnőttképzőknek a további kérdése az lenne, hogy de hát hol teremnek ezek a szakemberek? Hát nálunk. Mert hogy a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság kapta meg azt a feladatot, hogy ezeket a segítő szakembereket az eddigi tapasztalatokra alapozva egységes módszertan alapján képezze az országban, úgyhogy önöknek is ezúton hirdetem és buzdítom önöket, hogy teljesen ingyenes, egy pillérjükben nem kerül senkinek, aki erre a képzésre jön. Egyedüli előírás, hogy legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek, bárki számára nyitott ez a képzés. Két formában indítjuk egyébként kezdő és haladó szinten, ennek megfelelően 30, illetve 120 óra hozzá, hiszen ugyanaz a tananyag, hiszen ugyanaz kell tudnia mindenkinek, csak van, akinek van már gyakorlata, tapasztalata, őnek így nem kell ugye 120 órát úgymond végigülnie, hozzáteszem a 120-osba se kell végigülni, mert most ezt tehát vegyes formában tervezzük, félig, ahol ugye tényanyagról van szó, azt inkább távoktatásban, de a mondjuk a kommunikációs gyakorlati részeket ezeket jellemzően jelenléti oktatásban oktatjuk. Két helyszínen hirdettük most ezeket meg, jellemzően az igazgatóságban ingon, illetve további kirendeltségekkel lehet ezt elérni, és a TEF-nek a honlapján, még egyszer mondom, itt reklámozom ezt a képzésünket, lehet regisztrálni. Mi zárásképpen annyit szeretnék még, ugye mondtam, hogy ezek a hagyományos tevékenységeink úgymond, tehát a nem komplex képzésekhez kapcsolódó feladatainkról. 2021. évi képzési terveink szerint, és ugye ebben már a megvalósulás is látható, 21-re 614 képzési programot terveztünk, több mint 8000 főre számítottunk. Ugye tudjuk, hogy egy pandémiás időszakon vagyunk túl, ami nem könnyítette meg a dolgunkat, főleg ugye
ha úgy tetszik, visszautalok ugye az előzőekre, hogy a csoportos fejlesztési keretek miatt ugye nehéz volt ezt kivitelezni. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, most még szeptember eleje van, ez egyébként szeptember 3-ai állapot, már 88%-ot bevontunk gyakorlatilag ezekbe. És illetve bocsánat, hogy bevontunk, mert akik eredményesen is végezték, tehát még ennél többet is sikerül bevonnunk. Viszont még nincs vége az évnek, 181 képzés még tervezünk, és további mintegy 1600 főre számítunk, hogy csatlakozik is. Itt vannak az összesített eredményeink, ez tényleg csak egy dia erejéig, ugye 2019. augusztus 1 óta majdnem 900 képzést indítottunk, és mintegy 14 ezer embert értünk el. Nem szeretem egyébként a számokat, mert ugye emögött az a lényeg, hogy ebből hányan tudták kamatoztatni ezeket az ismereteket. Azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi tervezés alapján nagyobb hangsúlyt fognak kapni, sőt a komplex felzárkózási képzéseknél, ahogy a főigazgató úr említette, ugye 25%-nak el kell, hogy helyezkedjen ugye a képzés követően, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy ezt ha lehetősége adódik rá egy év múlva hasonló tanévítől, akkor már számokkal tudom igazolni. És hát ugye ezúton mondok köszönetet a kiemelt projektünknek, hogy ezt a rendezvényt ezt lehetővé tette számunkra. 3 hét az eredményei nem csak hálába, hanem amúgy is szerettem volna, mert az egyik zászlós hajókról van szó kiemelni. És azon belül meg szabolcsi eredményeket, mert hát azt gondolom, hogy magunk érbeszélnek az alsó összesített számok. Ugye 21 és a 22-ben bevonandó értékeket lehet itt látni. Országos viszonylatban 4600 főről van szó, de ezen belül 900 fő Szabolcs. Ez nem kis teljesítmény volt, és remélhetőleg lesz is 22-ben. És tényleg zárásképpen ugye, hogy ne csak a 3 hét egyről beszéljek, de ugyanott megtalálható ők is. Ugye a többi program egy kicsit most, hogy mondjam, most a helyzetben vagyunk, mert azt tudja mindenki, hogy a Széchenyi 2020-as programok most zárulnak, tehát még nem nagyon tudjuk, hogy tervezzük az új 21-27-es programokat, tehát ezek valószínűleg most nem fogják fedni a valóságot. Tehát mintegy 150 program van fix tervezés alatt, de bízunk benne, hogy ennél lényegesen nagyobb lesz, hogy felindulnak az új programjaink, és majdnem 2000 ember van, aki ténylegesen reményeim szerint be is lép ezekbe a programokba. És én ezzel nagyon szépen megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, ha kérdésük van, akkor állunk a rendelkezésükre. Igen? Csak annyi lenne, hogy én már elég sokan megszerezték a nyugodászatát. Hogy én úgy gondolom, hogy nem ártana már egy érettségét is. Hogy ezek is jól lehetnek. Speciálisan érettségire még ilyenre egyelőre nincs jelzés, hogy ilyen jellegű programokat nincsünk. Igen, most ugye a minisztériumtól azt a jelzést kaptuk, hogy álljunk rá arra, amit ugye több esetben sikertörténőként hallhattunk, hogy az alapfokú iskolai végzettséget. És ugye helyettes államtitkár asszony is azt mondta, hogy ez azért nagyon fontos, tehát prioritás, elsődleges szempont, mert sajnos a gyerekeknél, a hátrányos helyzetnél ugye a szülőknek az alacsony iskolai végzettsége az egy olyan statisztikai adat, amit kezelnünk kell e tekintetben, de nem csak a statisztika miatt fontos, azt, hanem tudjuk azért is, hogy a tovább lépést azt megalapozzuk. Egyelőre erről nem tudok ilyen konkrétumokat a tervezés szintén említeni. Igen? Köszönöm szépen. Esetleg további? Szóval biztos, hogy itt adalkozik, de egy nagyon kényes kérdés szóhozni, azért, mert tűzöltőről is szóvalkoztam, aztán vagy égerülni. Korai iskola jelenlegyás is nők. Hát, és kíváncsiak nézünk részolgálat is. A négy program, a védő részolgálat, az, hogy a korai iskola jelenlegyást el tudjuk kerülni, különösen a fiatal párt esetében. Gondolom, hogy a többéről beszélek. Igen. 14 évesen nem szóljon, hogy gyerekekben tanulnak, végzettséget szerezzenek. Ezek kapcsolatban tájékoztató programok, tervességek, előzés, programozás, belpós, ilyenfajta ismereteket, alapkontak, kompetenciák, amit jutottak el. Köszönöm szépen, akkor megadom a szót a projektmenedzser asszonynak. Válaszolom, hogy kérdésére lehet, hogy másnak is az érdeklődésére számoltam. Hazai forrásból jelenleg is fut a belügyminisztérium értefártságnak, a Lamérnék-Zatokainak irányításával egy Barisej Roma Nagymány program. Több településen, én
Tiszabura környékén, tudom konkrétan, mert ott voltam látogatáson is, ami 10-14 éves kislányoknak és a szüleiknek szóló program. Pontosan ezért, hogy ne hagyják el az iskolát korán. Mi egyébként így a három hétekben küzdünk ezzel a problémával, mi már sajnos a korai iskolátadókat találjuk meg. Most az irányítóság megértésével és támogatásával 16 éves kort betöltött fiatalokat és betöltött már a programban. Úgyhogy mi a folytatásban is tervezünk, és sokkal erősebb hangsúlyozni eddig erre sor kerülhet, amit tényleg nem volt esélyünk. Viszont határozottan szakmailag meg kellett győznünk az irányítóhatóságot, hogy ne engedjük a lányokat, fiúkat 16 éves és 18 éves kor között haludni, hanem vonjunk be képzésre. Ha másképp nem lehet, akkor felzárkóztak a képzésekre. És próbáljuk tovább a képzés felé. Ami a kislányoknak a védőnői oldal megközelítése, a belügyminisztériumból körülbelül másfél hónap ezelőtt kaptam egy megkeresést, és épp idejükből telefonált a kollégám, hogy hogyan állunk a programtervezéssel. Fantázia neve az, hogy családi patronus, a védőnök mellé roma fiatalasszonyokat és nőket képezni egy 240 órás képzéssel, akik segítenék a védőnök munkáját a célcsoportnál, a roma terepeken, tudtak a nagyon sajátányos helyzetű anyuka. Esetleg a veszélyeztetés is, tehát a 10-14 év közötti kislány. Tervezzük, hogy még ennek a kiemelt programnak a keretében, valamikor december-januárban egy szakértői véleményeztetés, engedélyeztetés után elindult ezt a képzés. Jól válaszolni. Így is sürgetném a szakpolitikát. Jó. Attilára is egyetem szépen, akkor a sürgetés. Én szóhoztam Attilára, nem tudtunk a végére ütételek között. Igen, azért mondom, hogy most csak zárójában hagyj jegyezzem meg, azért mondjuk nehéz, nehéz helyzet rá. Mi? Tehát most a TEF-ről beszélek, mert ugye ezt most a szakképzés átalakításával kapcsolatban elsősorban az iskolarendszernek szánják. Ezeket a ugye, dobbantó programnak a folytatását, meg ugye hívnek valamennyire a folytatása, tehát oda szánják ezt, és ugye a TEF-nek pedig inkább a felnőttekre kell koncentrálnia. Tehát igazából mi a családok megszólítása révén tudjuk a mentorálási feladatok, hoz kapcsolódóan ugye ezt a feladatot kezelni, csak nem lehet ez a fő profilja. És feltétlenül kapcsolódik csak a probléma az epőkkel. És ezért is mondom azt, hogy borzasztó nehéz a mi helyzetünk, mert ugye egy ágazatközi ágazat vagyunk, és mindent érintünk, és ugyanakkor ezt úgy kell megtennünk, hogy azért más szakterületeknek, hogy mondjam, a hatáskörét azt meghagyjuk, ugyanakkor támogatói jelleggel elősegítsük például ezt a folyamatot is. Ezért fontos, hogy ugye olyan mentorokat képezünk országszerte, akik tisztában vagy, ja, hogy akkor ez a szakképzés, és akkor annak megfelelő csatornába tereli az egész fejlesztési folyamatot. Ha nincs több kérdés, akkor én nagyon köszönöm a figyelmet. Hölgyeim és uraim, harmadik országos felnőttképzési évjutónk végéhez értünk. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és rendezvényünket megtisztelték jelenlétükkel. További szép napot kívánok! Köszönöm.